Na, hello. Remélem már itt vagytok, ha nem, akkor nagyon-nagyon-nagyon idegbeteg leszek. Na, úgy döntöttünk ugye, hogy Far Cry-t fogunk nyomni. Méghozzá a hatodik részt, és én még azzal nem játszottam, az előzőt széjjel anyáztam. Most viszont úgy döntöttem, hogy kritikus szemmel fogom széttrollkodni a játékot. Nyilván nem fog menni, de nézzük meg azokat a trehány hibákat a játékban, amik nem abból adódnak, hogy bugos lenne, hanem maga a készítők által létrehozott hibák. Megnézem az élőt, hogy jó a hang. Bocsánat. És ami a legfontosabb, hogy én nekem sikerült ugye elintéznem azt, hogy a tegnapi streamet, úgyhogy sikerült törölnöm, úgyhogy újra fogom kezdeni a játékot, csak és kizárólag miattatok, nem rosszból. Vagy ne kezdjem újra, de én úgy gondolom, hogy megérdemlitek, hogy újra kezdjük, és nézzük kritikus szemmel az egészet. És remélem, hogy jó lesz egyébként ez az egész dolog. Ha ebbe belemegyek, akkor delete lesz? Vagy delete lesz? Vagy delete lesz? Menjünk a delete-re. Mert újra fogom kezdeni az egészet. Vagy ne? Átlépünk a dialógokon, meg mit tudom én. Jó, kezdjük újra. Az a biztos. Hogy a rend biztos. Na. Ha jól emlékszem, story módba mentem bele. És az ilyen egyéb dolgokat átlépjük majd, amire nincs szükségünk, amit már mindenki látott. Én játszani szeretnék a játékkal, és a legfontosabb az az, hogy mondom, megnézzük, mik a hibák benne, jó? Amit tudunk, átugrunk, ezt kippelhetjük is. Itt nézek egy próbát, hogy tuti-e. Bocsánat, ha behallatszik. Szia, hello, üdv a csatornán! Kritikus szemmel széttrollkodjuk a játékot. Azt érzem, hogy a játéknak nem nagyon van hangja. Úgyhogy bocsánat, egy pillanatra visszalépnék, és beállítanám nektek a hangot, hogy tuti legyen. Jó, ez fontos számomra. Legyen az én játékhangotok is. Tessék, most már lesz. És akkor vissza. Itt pedig vissza a játékablakba. Tökéletes. No. Confirm. Ja, itt választunk ugye. Én ezzel akarok menni, ezzel a csövessel. Itt még egy gyorsat, itt ugye ezt lássam. No. Trollkodjuk széjjel a dolgot. Mármint, hogy nem trollkodásról van szó, és igazából azokat a hibákat fogom keresni a játékba, amik nem bugok, hanem készítői trehányságok. Mivel 3D-vel foglalkozom, és bedolgoztam már játékba is kisebb, nagyobb, tehát még egy kicsi pici dologgal. Szeretem ezeket így nézni, ilyen kritikus szemmel. Főleg ezt, mert azért már az egy next gen játék, és azért ebben van idő. Azt tudni kell, hogy próbálom az életszerűséget nézni benne, ami nyilván nehézkes. Nyilván a történetet is fogjuk nézni, és azt nézzük, hogy mi az, ami a játékban helyén való-e. Tehát, hogy mi az, ami most például itt vannak a gyertyák a tévé tetején. Ugye itt látunk kisebb-nagyobb gyertyákat, a lefolyás azzal nem foglalkoztak. Nyilván ez egy háttérben lévő dolog, de volt előtérben is az a gyertyák. Ezt csúnyán fejbe lőtték. Megpróbáljuk követni a történetet is valamennyire. Sí, por favor. Ugye nézek egy kis hangot megint. Ne ragyjatok, ha behallatszik.
Jó lesz, nagyon szuper, oké. Na, hát elindított minket a játék. Itt most nem fog nézelődni, mert már nem fog most, nem azzal fogunk itt most menni. Igen, itt le kellett ugye jönni, mint mondom, az elejénél tartottam a játéknak. És újra kezdem, mert jól elszúrtam. Na most detection meter, izé, akár, jaj. Én nyomjam be is, hogy megmutatja nekem, hogy mi a helyzet, oké. Egy tudja az, hogy tudunk kukucskálni, meg ugye mutatja nekünk egy mérő a dolgokat. Hú, de csúnyán beszélt, azt mondja, ez rohadt. Szia, üdv a csatornán, kritikus szemmel szétbombázzuk a játékot. Szét fogjuk trollkodni. Csak hogy tudd a témát, hogy miről lesz szó. Nem úgy trollkodjuk szét, hogy mi a hiba benne, hogy mik a bugok, hanem azt nézzük, ami alkotói trehányság. Na, itt meg vagyunk. Megpróbálom ezen a részen gyorsan átvinni, mert ugye ez egy ilyen tutoriál rész is igazából. Nagyon gusztustalan egyébként a játék, nagyon gusztustalan bemutatja azt a részét a világnak, amit például ez a katonának nevezett zsoldos fostalicska, tehát ezt élvezik. Ezt élvezik, hogy valakinek dolgozhatnak, akinek, hogyha istenítik, akkor ő a király, és akkor szét kell lőni mindenkinek a fejét, aki nem ért vele egyet. Ezt én gusztustalannak tartom. Tehát azt láthatjuk, hogy ez nem egy demokratikus állam, mert itt nincs szavazás. Itt egy ember eldönti, hogy mi lesz veled, meg anyáddal, aztán kész. Tök mindegy, hogy egy olyan szó, hogy akkor is szájban ülnek. Ami gusztustalan. Én gusztustalannak tartom. Diktatúra, diktatúrikus rendszer van. Undormány. Hát ez a tartalom semmi esetre sem lesz gyerek, barát, azt most mondom. Jó. De nem én miattam, hanem maga a játék, tehát az, amit ez a játék mutat nekünk, az sehol se gyerek, barát. Én a pak... megint valami van a streamben. És nem tudom, hogy mi is, rácok, nem jöttem rá. Pedig átállítottam. Na mindegy. Száz méterre kell eltakarodni. Amit mondtam, hogy mi azt fogjuk megcsinálni, hogy ezt letérképezzük, amennyire engedi. És ezt meg fogjuk rajzolni 3D-be, és megnézzük, hogy mennyi idő alatt lehet összehozni egy hasonló objektum területet. Mennyi idő megrajzolni egy olyan cégnek, mint a Ubisoft, ahol ugye Pistike rajzolja a csöveket, Katika a falakat. És mennyit enged a játékba nekünk? Ez a dolog. Ugye nyilván itt valós időben mozgatjuk a dolgokat, meg mit tudom én, azt figyelembe kell venni, nálunk a renderelés jóval több lesz. Na ez a foci labda. Ez vajon honnan? Ez rácsukon keresztül átfolyt? Ez rám akarta hozni a szívbe, de nem jött össze. Na. Haladjunk. Valami a frame rate-tel lesz, és nem tudom mi. Tehát ez például szép, de ez erről nem a rajz tehet. Tehát ez... ezek a fények. Rá van húzva egy takony, az kész. Itt láthatjátok a leggusztustalanabb dolgot, ez ami itt lesz. Ezt megmutatom nektek, én ezen kikészültem. Vagy tegnap kezdtem el ezt az egészet, csak mondom, véletlenül törlésre került a stream. Tehát ez. Oké, hogy más a gondolkodás az embernek, és ugye ellene tud tenni annak a rendszernek, amit egy ember állít, és akkor jön ez a nő, akit egy anya szült, és fejbe lő egy másikat, akit ugyanúgy egy anya szült, tehát
Nem anya szült mesztelen, hanem anya szült, és ez számomra gusztustalan. Tegnap én nem voltam itt ilyen bátor, csak szólok. Valami nagyon nem kerek az izével, srácok, a streamme. Valamiért akad szaggat, de miért? Valamit nem jól állítottam be szerintem, vagy valami nem jó. Hát, ó, bazdmeg. Ezt elfelejtettem. Na, ugorj már be. Most miért se kingatsz? Miért se kingatsz? Itt egy piás üveg, egy kávé főző mellett. Biztos látni fogunk ebből még Ctrl-C, Ctrl-V. Itt véletlenül nem raktak be még egy kávé főző. Tehát bontatlan sörök. Lehet, hogy most akartak nekiállni inni piát, és ezért vannak így ki, vagy... Ott van Castillo. Nagy-nagy bajok vannak itt. És az a kérdés, hogy engedi-e egyébként nekünk azt, hogy én most állítsak a frame rate-en, mert valami nem jó. Valamiért szaggat a stream nektek, és ez nekem nem, nekem ez nem tetszik. Nem fogadom el. Valamit, egy pillanat türelmeteket kérem megint. Valami itt nem jó. És szeretnék rájönni, hogy mi az, ami nem jó. Itt engedi ilyenkor van a beállításoknál? Nem. Kimenet. Egyszerűen nem értem. És mi van, ha ezt beállítom, akkor mi történik? Semmi. Na reménykedjünk benne, hogy így már jó lesz. Kíváncsi vagyok. Nem együtt nézem. Várjátok meg egy pillanat. La noche de la muerte. Kíváncsi leszek. Valakit itt nagyon... Clara. Ez nem tudom, hogy... Clara. Garcia. Na, menjünk, húzzuk az időt. Lehet, hogy futni kell majd. Na jó, valamivel jobb azért most, nem tudom. A futás. Halottak mindenütt. Ez miért jó egyébként, ez tényleg? Számomra az érdekes. Itt most jön egy interaction. Ugye itt gondolom, itt mindenki, aki felfér a hajóra, az felfér, aki nem, az nem. El fogunk valahova menni. Ja, mindenki tudja, hogy egy szigetre, nem spoiler. Tudunk mondani, tudunk skippelni. Skippelek, jó, mert ez most annyira nem. Ez most annyira nem. Ez most annyira nem adja.
Itt ugye Castillo ott volt a hajón, öreg nénit lelőtték, előkerült a, nem tudom ki az a fia, vagy az unoka, nem tudom, fia szem. Ugye itt van a barátosnőnk. Lita! I can't feel my legs. Fuck, this is all my fault. My phone. Forget it, Lita. My phone. Textúra ismétlések. This is the beach, Danny. It's fucking fate. What? She's hiding here. Clara. Nem tudom, hogy ezt Julio. Tovább tudom-e. Nem tudom skippelni. Julio. Fuck Julio. Itt látjátok egyébként a lányon a vér. Tehát azt a bőrre fogták, és akkor ráfröcsköti. És így ennyi az egész. Azért nem tűnik vérnek egyébként, hanem egy ilyen olyan, mint a bőrhiba. Nem vér, hanem bőrhiba. Ráadásul vállon lőtték, amit nem is értek, tehát abban nem tudom, hogy lehet belehalni ilyen gyorsan. Az baj, aztán mondom. Fülbe való kiesett a füléből. Hát itt a srácnak a felsőjét az. Tehát van, látszik van, amit amiből elvett a játék készítő, és áthelyezte máshova, ami jóval fontosabb, mint az arcok, meg az ilyenek, ami szerintem brutál jó. Hopp, van egy izénk, match aténk, szereztünk egy match atét. Na, hát ő a Far Cry 6. Üdvözlünk a játékba. Aztán meglátjuk, mi lesz. Kiskippeljük, mert innen már menjünk tovább. Na, itt vannak, itt kezdődnek a gondok. Tegnap én itt láttam az első hibákat. Ezt jól nézzétek meg ezt a fiút magatoknak. Én úgy szoktam nézni azt, hogy tuti, hogy ugyanaz a karakter. Ctrl-C, Ctrl-V, amire utaltam a címbe is. Itt a fején a foltot meg tudjátok nézni. Mindjárt fölveszem a fegyvert, és akkor tudom mutatni is. Őt kaptuk. Na most. Ezzel valamennyire tudom nektek mutatni. Tehát, itt, hogyha ezt megnéztek ezt a foltot, ebből be fogjuk tudni azonosítani... Jó, néve. Ja igen, hogy majd merre kell menni. Oké. És ami az első, keresünk ilyen pozitúrájú karaktert. Itt találtam egyet. És nézzétek csak, hol ott a folt. Én ezt azért nem tudom fogadni a játékkészítőtől, mert azért egy nagy cégről beszélünk, és pár méterre egymástól fogom, mert az, hogy haladok a játékkal, talán el tudom felejteni, vagy nem is foglalkozok vele, ezt nem. Ennek a textúrája olyan, mint a vasból lenne. De ez nem vasból van, ugye? Nem rosszul tudom. Tehát én ezt így nem. Ezt így ebben a formában nem, és akkor erről nem is beszélek. Ugye ezt látjátok, tehát három azonos karakter, mit tudom én, 5 méteres szakaszon belül, három azonos karakter. És akkor arról nem is beszélek, hogy ezek ebből a dobozból 100 zállal van itt. Lehet, hogy ezeken cigaretta csempészek voltak, ne? Próbálom azt nézni, hogy a készítő foglalkozott az életszerűséggel, hogyha valamit ide rakok, akkor az hogy került ide, miért került ez ide? A hajónak annyi, és akkor ide kellett tenni, és akkor ez... Nyilván nehéz ez, nem így játszunk a játékokkal. Na, Miki nem derül, nézzétek csak. Négy azonos karakter. 5 méteren belül, hát ezt tegnap nem is láttam, tehát ezt fel is engedtem. Ez biztos, hogy ugyanaz, mint a másik. A keze itt van elő, nem. Na, haladjunk a játékkal. De azért azt is lássuk. Egyébként a környezet maga, tehát a vegetáció, az nekem tetszik. Szép. Még a távolba is nézünk, nem látunk ilyen textúra ismétléseket. Materiálban is tudom a kettő között ilyen különbség, mert már nem értek hozzá. Festék, zsákok. Luarban.
Must be Lima. Lo siento. Your family will probably never know what happened to you. Na. Itt ez a srác, ezt jól nézzétek meg ezt is. A életszerűséget nézzük, ez a srác elméletileg itt fejbe lett lőve, vagy nem lett lelőve. Vagy ha nem is fejbe, de úgy találták el kintről, hogy itt... De ez egy olyan vér, ami szemből érkezhetett, mert... Hát nem is értem folyós. Na mindegy. Haladjunk tovább. Shit, who's shooting? Better stay quiet. Like animals. I can smell it on your clothes. Your sweat. It's this stink of a traitor. Ezek a konyok, figyeld. Ez szépen meg van csinálva, figyeld. Szújt! Ketté szúrtad, érted? Na, ez már úgy jó, nem? De figyeld a karaktert. Látok rajta bármilyen sebet? Hm? Láttok valamit? Vérzik a fiú? Lefeküdt a karakter és kész. És ennyi. Nem mások hallottam, nem hallottam el. Tehát ezek jól meg vannak csinálva, tök jól néz ki. De... Kaptam egy gatyeszt, mukeszt. Na, tehát hogy jól meg van csinálva egyébként, jól néz ki a dolog. De a készítők trehányságából adódóan... Belefeküdt a izébe vagyni. Kész, kész. Tehát ezen sem láttok semmit. Csak hogy tudjátok, hova tenni. Na, haladjunk tovább. Nekünk ide a hegy közé kell menni egyébként, hogyha B-t megnyitjátok, akkor ott van egyébként az a... Arra fölfele kell mennünk oda. Itt most érthetetlen módon el fog támadni ez az állat. Úgy gondolom a játék készítő a reakciónk, ha kíváncsi. Hol van? Ott van. Na. Kidöntötte a fát. Ez mi az, egy ceruza? Kiegyeztek egy ceruzát, hogy ez mi? Rózsás a fa. Érdős úristen. Valami furcsaságot azért vélek felfedezni. Grafikailag. Ez mutatja nekünk, hova menjünk. Itt ugye visz magával a játék, mivel. Ezzel nem is kell foglalkozni. Itt megkaptuk a milyenki. És megint kivel találkozunk. Hm? Ez a srác, aki a bunkerben feküdt fejlővéssel. Itt még azért távolság van a kettő között, tehát el is felejtettem, ha akartam volna. De nyilván nem felejtettem el. Itt most jön egy kis interex. Gonna show your face before you shoot me. Ezek ilyen gerillák szerintem. Gerils szák. Silencio. Ezt nem fogjuk tudni elszkippelni, ezt meg kell néznünk, ne haragudjatok. Ezt meg kell néznünk. Ő itt Clara Grazia, Garcia, Clara Garcia Malforfa Morse. Őt keres, ő neki láttuk a plakátját ott lent. Szia, üdv a csatornán! Nem szétrolkodjuk a játékot, hanem kritikus szemmel tekintünk a játékkészítők hibáira, és nem pedig bugokra gondolunk ezen belül.
Hogyha ez érdekes lehet neked, sajnos most olyan részéhez érkeztünk a játéknak, ami nem el-skippelhető, vagy kiskippelhető, úgyhogy ezt meg kell várnunk. De addig is üdv a csatornán, és örülök, hogy itt vagy. Egy pillanatra is itt vagy, akkor is itt vagy. Bármi kérdésed lenne, akkor csak nyugodtan verj oda egyet. Én csak megköszönni tudom, aztán majd meglátjuk, lehet a további kommunikációból, akár közös játék is lehet, hogyha World of Warship ezzel, vagy bármi ilyesmi, azzal szoktunk itt. Most őt fogjuk kritikus szemmel tekinteni ezt a játékot. Ennek most az a célja. Az előző részt végigvittem, tetszett, jó volt, ebben rengeteg Ctrl-C, Ctrl-V van, egy adott 5-6 méteren belül akár 4 azonos karakter, mert plusták a készítők. Lusták voltak a készítők, elkészíteni inkább 20-30 fajta karaktert, és akkor inkább berakunk egyet-egyet, nem. 6 karakterből 4 azonos volt a parton. 6-ból 4 azonos. Amit nem fogadok el. Egy Next Gen játékban nem fogadok el. Grafikával foglalkozom, egyébként egy 3D rajzolással foglalkozom, valamennyire belelátok ebbe a dologba, azért is akarok ilyen szemmel tekinteni erre a játékra. Erre a szigetre jöttünk elméletileg. De nyilván már ez egy nem mai játék, tehát tudjátok, hogy miről szól a történet, hogy bármi ilyesmi. Mi most ide kerültük, és most itt kell majd szétanyáznunk a szigeten a dolgokat. Ezen belül nézzük az életszerűséget. Mennyire tekintett a játék készítő az életszerűségre. Mik azok a kis hibák, vagy bármi ilyesmi, ami előkerülhetett a játékban, vagy előkerülhet. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all this is legit? Ezt nem tudom skippelni, srácok, úgyhogy ezt meg kell nézzük. Meg kell nézzük. It's out of date, but you got the regions, municipalities and landmarks of Yara. He'll get used to it. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like a thousand. Na, engedj minket játszani, mert szétpofoznak. You know I'm not a guerrilla, right? You tell Lita then. I'll give you food, a bed, Clara és Giulio. Ez egy ilyen rossz szappan operában. And blood. You can shoot, so shoot. Settle in. And let me know when you want to pay your rent. No. Hú, mehet a mehet. Ugye itt talán jól emlékszem, put. Ezeket felszedjük magunknak. Ez mi? Ez nem érdekel minket. Ez szerintetek micsoda egyébként, jég? Most őszintén, írjátok már egy jég. Jég vagy mi ez? Meg nem víz, az is biztos. Még annak szánta is a játékkészítő, erre nem megyek rá. De várjátok itt a csaj, jó, tényleg elfelejtettem. Ő fogja nekünk adni a melócot, a melóc diát. Itt ő nekünk már be is jelölte a dolgokat. Ezt a húst... Nem ez lesz ez a hús. Hú, ezt jól nézzétek meg ezt a húsit. Ha jól emlékszem, nem ugyanaz lesz. Ezek az armori szarok. Ez mi ez? Takarodj! Itt a szivar. Nagy szivarosok. Na most ez mi? Homokot raktak az edénybe? Ez mi a szar lehet?
Ez nem tudom, mi ebben a tálba, gyerekek. Nagy bár, húsvágó. Na itt ez még. Tehát, hogy én benyeltem a zsákot az asztal. Ez kávéfőző, figyeljetek levegőbe. Hello, mi? Ez azért vannak ezek a hibák egyébként, azért tudnak lenni, mert Pistike rajzolta az asztalt, és Katika megrajzolta a kávéfőzőt. És a kettő nem érjük össze, hogy nem egy helyen van, vagy egy kubba jön. Bár a fel se tudja. Szavasz, csöves! Te... Tehát minden abban nézni abban a csőbe, mert egyébként nem abban néz az baj. Csak kérdezem. Jó, oké. Na, legyünk tovább. Klara pofon akarja magát rúgatni, azt mondja. Ebből baj lesz. Igen, meg egy... Hát, egy ilyen... 25 perc. Jó? Nem kell volna korát ugranom. Az mi az éve ki? Jól érzem, megnézem a fegyvert. Jól érzem, hogy jól értem, szarul érzi magát, akkor... Aha, valami nem jó. Most szedi össze magát. Ó, vagyjuk itt hillelni, hol lehet? Mert arra még nem jöttem rá egyébként. Vagy legalábbis a játék még nem mutatta, hogy hol lehet. Haladjunk tovább. Na ez is ugyanaz. Ez Dettó. Laci rajzolt az utánfutót, a csónakot meg a Béla. És a kettő nem illik össze. És itt azért lehet egyébként kritikus szemmel tekinteni ezekre a dolgokra, mert egy játék nem úgy van, hogy fogalmas, akkor majd jó van, hanem itt tényleg megvan az adott térképrendszer, és az adott területre megvan bízva az emberek, hogy így hova el kellett volna tennem a izét, azt hogy tudom eltenni? Az adott térképrendszerre megvan, hogy ki mit rajzol, és hogy kéne. És én szerintem, ha valaki egy ilyen kecót kap, azért ott van ideje arra, hogy azt megrajzolja faszán, és akkor ne legyen ez. Tehát, hogy ezt én nem. Today we drink in the worst fucking cantina in Yara. Or is it Colombia? Kirat, Chechnya. Na, Juan Cortez. Leave the bottle. Let's work for you. Valószínűleg egyik jó cimboránkat skippeljük ki a dolgot, aztán nyomjuk az ívet, haladjunk a játékba. Yeah.
truck. Ez baj? Hello! Okay, we're good. De nekem nem magyarázza. Itt már itt van egyébként velük, ha izé. Ott van-e? Kis gyík. Egy nagy gyík. Nézzük, hogy tudjuk-e össze a cuccokat, amit. Azért csak sikerült, ha itt felszedni. Ezért érdemes lootolgatni. És követjük ezt a hajléktalan szállót. Na. Itt van-e, látjátok? Ő az. Hello. Ilyen gyíkot láttatok már? Ilyen agresszív aranyfogú. Konya. Aha, itt van a térképünk. Ennyi a max belenagyítás. Jó. Na haladjunk. Valamit mutatni fog nekünk a fiú. What's your name? Danny. So Clara says you're a legend. Ex-KGB, ex-CIA. I got more fucking exes than your porn search history. Some men, they break eggs for breakfast. But Juan Cortez, he breaks fucking cunt. Hold up. New plan, Danny. Vamos. The plan is to go back to Clara's camp. Where the hell are we going now? Ide jöttünk. See that smoke? That means the watchtower just got its zászló. With some of the rarest materials you'll find in Yara. Ennyire fúj a szél, hogy tehát ilyen vízszintesen telibe lobog a zászló, úgy jó, nem? Gunpowder and Supremo Bond. The cerveza and chaser of Resolver. I'm gonna teach you to make shit for weapons. Because making shit for weapons is cool. And it's rule number 9. Always use the right tool for the right job. You coming with me? Fuck no. You got Guapo. You can tear shit up with him. But if you want to be sneaky, leave him behind. That cutie loves to make a mess. At least you're here to help Guapo. Weapon or not, the military will shoot me on sight here. Fucking cocodrilo out of here. Most nekem csak őt kellett beküldeni, vagy? Vagy menjek én is, mert nincsen hangtompítós szalom, semmi nincs. Még egy előre. Viszont ha lövök, akkor lebukok. Nehezen ölik meg ezt a krokit, nem? Tuti van nekünk valami. Ó, MS-16. Right.
shit for Juan. Felszólásra nézd cuccok. Ki kell csomagolni, vagy most itt mi történik egyébként? Na. Összereztünk cuccokat. Viszont nem kéne valamit. Ah, fúj vagyok, jó. Na. Ide hívom a kis krokit, az majd rendet rak. Miért fail? Miért mission fail? Hiba nem volt benne, rohadjálni. Mi volt ebben? Nem tudom, tudom, miért ez hülye. Ez hülyeség. Ezt nem fogadom el. Miért volt ebbe hiba? Ezt mondja már meg nekem valaki. Hogy beszélsz ilyen csúnyán a streambe? Takarodjál ki a streamemből. Követni kell ezt a csöves, de mit rontottam el? Azt nem tudom. On a refugee ship. We didn't get far. Yeah, yeah. And I came here on a chopper in our baby invasion of Santuario. Shot straight out of the goddamn sky. No, I mean, what's your story? The orphanage in Esperanza. Then the military. I'm no guerrilla, just helping Clara out until she gets me off this island. Rule 20. Once a guerrilla, always a guerrilla. Sziasztok a csatornán, üdv a csatornán, üdv, szevasz, szia, hello, szia, csácsú, mit cső, Magyarország egyetlen nélkülözhetően szar streamjé. Üdvözlégy itt nálunk. And you think Americans want your Yaran blood? The American dream is for Americans, Danny. You don't quit, do you? Nope. Wapo hates quitters. Át fogom állítani azért. Azért nem tudom, megnézem, hogy mi a legjobb streamelés lehetőség. Mert kicsit nekem furi a stream. Nem egyenletes, nem szép. Legalábbis így, ahogy nézem, nem biztos, hogy így van, de... Can you fix it? So I can fly you to the Yankees? No, that's... It's grounded. But I'm working on it. Patience, Danny. Now it's done. Huh? Who are you going to do? Listen to Juan. Te ne dumáljál, menjél már! Takarodjál már tovább, szétlom a sapkádat, te! Elteszem a stukkert, mely könnyebb futni. Challenge update. Mi? Mit challenge? Nem csak egy challenge. Mi lenne gyorsabban futnál egyébként? Csak kérdezem, nem rosszból mondom. És körülnék neki. Na, megint. Ezt kiszkippelem, jó, hogy haladjunk a játékba, ne kelljen vele szarakodni. Juan Cortez. És hogy valamit haladjunk. Jó, a játék elején azt ígértem, hogy majd akkor egy streambe majd megrajzoljuk a játék elején, amivel lemegyünk egy ilyen csatorna szerű objektumba, és ezt megrajzoljuk nagyjából. Egy hasonlót rajzolunk, és akkor meglátjátok, hogy mennyi idő vesz igénybe egy ilyennek a megrajzolása. Egy könnyebb módszerrel. Tehát nyilván ennek őnekik azért nagyobb lehetőség van a kezükbe, tehát a Ubisoftnak. Mi a legegyszerűbb módszerrel fogjuk létrehozni ott az objektumot. És legyen egy picit hasonló, legyen egy... És jól nézzen ki. Na, itt mik vannak? Ez lesz nekünk a workbench. Itt fogjuk a stukkereket felhúzni, tehát craftolni. Nem tudom, hogy ilyen workbench csak itt lesz, vagy menet közben tudunk bárhol is anyázni. Oh yeah! Oh yeah! Ez már valami. Suppressor!
Ez remélem nem olyan, mint az izébe, hogy szétmegy egy idő után ez a hangtompítószerű valami. Abba. Semmit eszembe a játékot. Mi nem itt az eszembe van? Csomók játszottam. Oké, és tehát akkor ez itt van nekünk. Ezt is fel tudjuk? Erre nem tudunk hangtompítót. Nem. Nem tudunk rá hangtompítót tenni. Basztikuli. Jó, hát ehhez még kellenek nyilván cuccok. Operation completed. Ebben van valami nekem? Adjátok ide? Ja, tényleg, hogyha ide kimegyünk és bemegyünk ide. Ez lesz a fegyver, és itt van a ruci. Itt találjuk a gatyeszt, ami nekem tetszik. Tetszik. A izét azt nem fogom fölvenni. Én ezt nem tűröm el. Tehát ezt a napi szar, gyerekek, ez... Tehát ez mi? Ez ki? Ez miért rajzolt? Ez minek? Fölösleges dolog a játékba. Fölösleges dolog a játékba. Karkötő, basz. Biztos tök jó cuccokat lehet majd összeszedni benne. Ma. Amigos. Guapo, a mi kis aligátorunk. Materiál. Drop. Oho! Minél több cuccot össze kell szednünk most azonnal. Kollekció. Hát ezek mondom ilyen felszedett hülye levelek meg, amik irányítanak minket. Rengeteg cucc van benne. Inventory. Itt, amit majd gyűjtünk. Itt az állatok, amit megöltünk, és a hány darabot. És ennyi fajta állatunk lesz, vagy ez benne egy kis tacskónk. Chorizo. Ő lesz a miénk. Ez benne mondjuk kakas. Ez fogom nincs, mi bambom. Na majd kiderül játékmenet közben, össze fogunk velük futni. Oké, na folyt köv. Mit kell csináljunk? Te azt nekem melott, nem? Ez a hús azóta sül, gyerekek. Mondjuk nem mentünk el hosszú időre. Ő fogja nekünk adni a következő melót. És valami órát is fogunk tudni szerezni. Hú, az nem itt van. Hűha! Hát ez nem itt van, gyerekek. Ez mi ez a felkiáltó? Ez le kéne? Már nincs ott. Hát ez nem itt van. És hogyha én most el akarok menni, akkor az fájni fog, nem? Tehát itt most szabad az út, akkor ezek szerint? Kéne nekünk valami, amivel gyorsabban tudunk haladni. Azért ennek van hangtompítója. Jó. Fú, csinál, ez jó lesz. Hát ugye amit nem találok, itt volt egy kötél, vagy nem? Jó, de jó, mondjuk. Az a gyorsabban leírtam volna. Ez egy medve? Vagy jól látom, hogy egy ló? Eltűnt. Good, paci, good. F4 show controls. Galoppozás. De... Oké. Okay. Itt mi van? És hogy most belefutok ilyen ellenséges izékbe? Itt van. Mit csinálsz? Jézus Úristen! Úgy vezetnek, mint az állatok, bassz. Tehát ezek a mi területeink egyébként, vagy? Ide föl kéne menjek, nem? Hogy szállok le? Remélem megváraló és nem üti el egy autó, mert akkor szájba tekerek valakit. Ó, de ronda vagy, öcsém. Milyen Garcia? Te nekem nem vagy, mit csinálsz?
De mi a kezedben? Ugye nem mondja, az is biztos. Van itt nálam, mit tudsz? Aha. Ezt elvittem, jó? Sörrel foglalkozó vagy borral? Te mit csinálsz itt? Miért is minkeled magad? Engedj már át! Nem enged ábbad. Aha, ezek ilyen nagy izék. Kamu mákültetvények. Hú, de csúnyán beszélsz Castillo-ról. Ezt tudnám, hogy én már fejlődést kaptál volna. Ide be lehet menni? Nem. Bocs. Na, ez a mi lovunk egyébként? Vagy ezt elvihetem? Rengeteg, ez jó nagy térkép lesz itt, itt aztán ebbe lesz tartalom, öcsém. 50-nel lehet menni, paci, úgyhogy vigyázzál, jó? Nézzük az életszerűséget. Jön egy autó. Majdnem elütötte a krokit. Aha, ott már ott vannak ellenséges szopók. És igazából ez is az. És akkor ők meg is állíthatnak engem, vagy... Kinyírhatom őket? Mit mondott nekem? Hol a kutya? Hú, ezek nagyon rossz kutyák, ezek nagyon rosszak. Ez micsoda? Valahol buli lesz. Menjetek el innen! Hú, ezek agresszív kutyák, ezek eszik a lovat. Én kutyát nem szeretek bántani, mert nem. De hogyha nem bírnak, akkor ezért megölték a lovat. Baszki, hogy én voltam? Vagy a krokodil? Most hogy megyek tovább? Ez a kocsival? Jó napot! De most miért bánt? Miért vagy agresszív? Szerintem húzzunk innen. Jó hallom, hogy ennek az autók nincs meg? Ez elektromos? Mi baj van? De most miért dudálsz, amikor hagytalak elmenni? Miért dudálsz? Bocsánat, elnézést, úristen, jól van? Úristen, 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 megnézem, hogy van-e valami baja. Jézusom. Ez valami munkás? Közmunkás? Vagy ez mi ez? Akkor tovább megyek, ha jól van. Köszönöm, viszlát! Ezen én át fog tudni jutni? De most őszintén. Aha. Majd tudod, Mikó. Tudod, Mikó. Ez nagy baj. Ez nagyon nagy baj. Ezeket ki kell kerüljük. Nagyobb kerülővel kell kikerüljem. Vagy jó lesz így is. Oh-oh. Ezek itt nagyon sokan vannak. Kapja.
Próbáljuk meg befoglalni ilyen, alacsony szinten ezt a szart. Vagy fájni fog. Próbáljuk meg, mit veszítünk, nem? Csúnyán beszélnek. Ez baj. Jaj, a kruki. De most hol lát engem? Nem látom, öcsém, de ő lát engem. Miért? Nem is értem. Még a fű az baj. Két lovas volt, nem? Vagy csak egy? Ja, kettő, azért mondom. Aha, ehhez. Aha, jó, oké. Okay. Valahol még mindig van. Ott van-e. Jaj, bocs, paci, csak útba vagy, he. Tiszta. Szerint összetudott gyomót. Utolgassunk egyet. Ezért érdemes mindent. Ez mi az? Én fogom most bekapcsolni, vagy? Jó. Ja, igen, mert ezt ki kellett volna egyébként iktatni, hogy még véletlenül se tudjanak riasztani, mert akkor 200 000-en fognak ránk jönni. De legyél mérges. Itt egy lada. Szállják a kocsiból? Civileket nem akarok ölni, szállják a kocsiból. Muchas gracias. Jó, ha már nem magyarázzál, már kell nekem ez a lada. Hoppa. Ez egy izé volt, egy ilyen fekvő izé, zsoldos. Nem fekvő rendőr, fekvő zsoldos. Most nem egy ellenőrző pont, ugye? Hová kell mennünk? Ja, oda föl! Ezek még jó helyen vagyok, csak rossz helyen vagyok. Aha, jó van. Jó, eljöttél, gyerek. Mutatja nekem, hogy merre megyek? Szegény kroki, nehogy elgázoljanak, húzza az útból. Az miért piros? Az valamit meg kéne semmisítsek, hogy itt normális átjár. Jaj, itt már megint itt vannak. Semmi gond.
Oda megyünk föl abba az adótoronyba, lehet, hogy meg kell semmisíteni. Ladának kiakadt a izé. F4 kontroll. Na. Jó napot! Juan, I found the tower. Don't stop now, Danny. Find the guerrilla path and follow it to my contact. Si, I'm on my way. Ez egy jó kis adótorony lesz. Ebből biztos lesz rengeteg, mert az előző részben is ezeket kellett olá semmisíteni. Egyébként. Hello. Juan described you pretty well. Te mit csinálsz egyébként? Csak kérdezem. My name is Raisa, and I'm te vagy Raisa? Jó van. Kutyát nem érdekli, hogy Raisa vagy. Ja, de örülök, hogy itt vagy. Perdón, az ugye. Kiszképpeljük, ha nem vagyok rád kíváncsi, nem maradsz? Take you to the old Spanish fort where they keep it. Majd vele kell mennünk. Mára legyen ennyi. Mint az első rész. Ha az első rész tetszett, a többi is fog. Az a lényeg, kritikus szemmel fogunk tekinteni a game-re. Ez fontos, jó? Tehát még egyszer elmondom, nem bugokat keresünk, hanem Ctrl-C, Ctrl-V, egy gyártó által generált hibák. Nem hibák is igazából, vagyis azok, mert nem fogadjuk el. Ugye? Nem kell mindent elfogadni. De az életszerűség legalább legyen meg. Ugye, aki itt volt, aznak köszönöm. És akkor várlak vissza titeket a következő részbe. Legyetek jók, amíg tudtok. És akkor folyt köv legközelebb. Amikor úgy gondoljátok. Köszönöm tényleg, hogy itt voltatok. Sziasztok, császtok, csősztök!